Kárpát kórházban ebben a kórteremben fekszik. Három órás műtéte után ma már gyógytornára vitték. Nem akart kameránk előtt beszélni a történtekről. Annyit mondott csupán, hogy haragszik, és hiába próbált őt a színész vasárnap meglátogatni, ő nem volt hajlandó fogadni. Gyálod, és hogyha kigyulladt volna a kocsi? Stoll András elismerte, hogy ittasan vezetett, és ez az ő esetében visszaesésnek számít, hiszen 2002-ben egyszer már majdnem meghalt, amikor ittasan árokba borult autójával. Akkor 1,7 tized ezrelék alkohol találtak a vérében. A kiürülés és a felszívódás az azért nagyon sok faktortól függ, ugye? Először is az egyik legfontosabb, talán mennyire van az illető begyakorolva, mennyire edzett ugye az alkoholfogyasztás szempontjából. Nem mindegy, hogy a gyomrot éppen milyen állapotában éri ugye az alkoholfogyasztás. Reggel üres gyomor, 1 deci, vagy a csavaros kifli betolása, az sokkal intenzív felszívódást eredményez, mint ha mondjuk az ember egy töltött káposzta, egy velős pacal elfogyasztását követően issza meg ugyanazt az alkoholmennyiséget. A színész péntek este a Park című darab előadása után ebben a belvárosi kávézóban mulatta az időt barátaival. Az üzletvezetőt ma megkérdeztük, vajon mennyi alkoholt fogyaszthatott Stoll aznap este, de ő kitérő választ adott és belső ügynek tekinti a péntek esti italozgatás történéseit. Első ránézésre mondom azt, hogy ez végrehajtandó szabadságvesztés gyanús az ítélkezési gyakorlat szerint. Enyhítő körülménynek számíthat azonban, hogy a színész elismerte és megbánta a történteket, de az ügyvéd által említett ítélkezési gyakorlatban azért született már meglepő döntés is. Nyilván ott rontottam el, hogy gyorsabban mentem a megengedetnél. Császár előtt 1998. decemberében okozott halálos kimenetelű balesetet. Az énekes közel 100 km/h sebességgel frontálisan ütközött egy rendőrautóval, aminek 24 éves sofőr azonnal életét vesztette. Tehát gyakorlatilag az, hogy a maga az eset alatt semmilyen befolyásoltság nem volt, azt találtak valamit, ami elvileg kábítószer hatása is lehetett a szervezetemben, de mondjuk a füstölt sajtra például ugyanez az anyag ugyanúgy előjön. Én pedig eléggé szeretem a füstölt sajtot. Császár elődött akkor közokirat hamisítással és kábítószerrel való visszaéléssel is meggyanúsították. Végül az énekest 1 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélték, de a büntetés végrehajtását 3 évre felfüggesztették. Ezek a képek pedig már Bubik István 2004. november 28-ai végzetes balesetén készültek. A színész hazafelé tartott, amikor autójával megcsúszott. Később kiderült, alkoholt fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. Stoll András esetében a vérvizsgálat eredménye legkorábban kedden lesz meg. Ha viszont a színész a balesetet követően az otthonában még fogyasztott alkoholt, nehéz lesz megállapítani, mennyire volt ittas abban a pillanatban, amikor árokba borult kocsijával. A baleset után Stoll András lemondta a televíziós munkáit, és úgy néz ki, az egyik tévésorozatból is kiírják. Ezért is kérdezzük ma önöktől, hogy kerékbe törheti-e egy sztár karrierjét, ha balesetet okoz. A1-et küldjék, ha igen, A2-t, ha nem, SMS számunk 17631, és mutatom a nyeret.